Folyik az oltási program lebonyolítása a Babics Kulturális Központban kialakított oltóponton. Ma még a védekezés jelenti a legfőbb beszédtémát és ad feladatokat az érintetteknek. Minél inkább előre haladunk az oltottak számában, a kormányzati kommunikációban megjelenik a nyitás lehetősége, és ezzel együtt a közművelődési szakemberek már azon dolgoznak, ha erre kerülhet a sor, olyan programokat nyújtsanak majd, mely egy kicsit oldja a felgyülemlett feszültségeket. A Babics Kulturális Központban ilyen tájt már a Pünkösdi vagy a Mesefesztivál részleteit tisztáznák békeidőben. Ám erre egészen biztosan idén nem kerül sor. A kollégáimmal együtt ugye régóta készülünk mi is már arra a pillanatra, hogy visszatérhessen az élet és újra rendezvény helyszínként is szolgáljon a kulturális központ. Mindenféleképpen hangsúlyoznánk, hogy egy fokozatos nyitásban érdekelt mindenki, maga ugye a lakosság is illetve maga a ház is a vendégek fogadása terén. Vannak elképzeléseink, a következő napoknak az egyik legfontosabb programja lesz a fenntartóval, az önkormányzattal, illetve a kormányhivatalal való egyeztetés, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy jelenleg is gőzerővel működik az oltópont is a Babicsmiel Kulturális Központban, igazából május végéig nagyon-nagyon sok oltásra jelentkezett, regisztrált pácienst is várunk, de én azt gondolom, hogy abban a pillanatban készen fogunk állni, amikor a helyzet is megengedi. Berlinger Attila arra számít, hogy pünkösdik a további nyitás részletei is kiderülnek. Az biztos, hogy a színházi rendezvényekre egyenlően nem lehet számítani minden bizonyal a végére marad ennek a zártéri, már több száz főt beengedő színházi vagy akár mozi előadás. Ezzel szemben a nyár már hozhat egy programsorozatot, melynek a tervek szerint a Vármegyeháza adhat otthont. Az elképzelések szerint szabadtéri színházi előadásokra kerülhet sor, amelyben többek között a szexádi német színház is a fellépő között lesz. Ezen felül szabadtéri mozi előadások, koncertek és táncbemutatók is színesíthetik a nyári kikapcsolódást segítendő rendezvénysorozatot.